Ez a Hír 18, a járság híradója 18 településről 18 órakor. A Csángó Fesztivál szervezői állófogadáson köszöntötték a vendégcsoportok képviselőit. Mexikó és Kolumbia táncos csoportjait látta vendégül a Színpompás Fesztivál. Színek világa címmel a Jászság Népi Együttes idén is megörvendeztetett bennünket egy részben hazai táncprodukcióval. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at láthatják hétfőn este 18 településről 18 órától. A Csángó Fesztivál több mint 3 évtizedes hagyománya a Lőrinc Györgyné Hodorog Luca klézsai énekes emlékére ajánlott szentmise. A fesztiválon résztvevő csoportok idén is megemlékeztek az 1990-ben elhunyt, Jászberényben nyugvó Csángó énekesről a római katolikus főtemplomban megtartott folkmisén. A moldvai hagyományőrzők vezetésével érkeztek a Nagy Boldogasszony főtemplomban tartott folkmisére a Csángó Fesztiválon közreműködő csoportok, ahol a Kárpát-medenceiek mellett a Kolumbiából és Mexikóból érkezett együttesek is tisztelektek Lőrinc Györgyné Hodorog Luca Csángó énekes emléke előtt. El volt egy esztendő és újból itt lehetünk. Isten kedvezett életünknek, hála legyen érte neki. Ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm a 32. Csángó Fesztivál résztvevőjét. Szántó József köszöntőjét követően a Gyimes Felsőloki Csángók énekével kezdődött a szentmise. A hagyományőrzők tájegységeinek legszebb egyházi énekeivel tették még emelkedettebbé a folkmise hangulatát. Szántó József a családok és a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. Aki szeret jövőjét, az gondoskodik a családjáról. Az a rendes jó apa meg anya, aki gondoskodik családjáról, biztosítja a szükséges feltételeket minden naphoz, meg amennyire emberi észre lennek, pici távolságon látunk csak, a jövőre is gondolunk. No, aki szeret jövőjét, arról mondjuk ezt. A Csángó Fesztivál szervezői állófogadáson köszönték meg a részvételt a vendég csoportok képviselőinek a Jászberényi Városháza dísztermében. Tízesztendő sem sok üdő, tízesztendő sem sok üdő, se jő babám az az üdő, sírva sétálsz kapu merő. A Pusztinai Kakasok énekese teremtette meg azt az emelkedett hangulatot, amikor a szervezők és a házigazda város közösen köszönhették meg az alapítók munkáját és a hagyományőrző csoportok részvételét a Jászfőváros Fesztiválján, ami így hidat képez az emberek között. Érdemesebb egy gyermeknél is, vagy akár egy városnál is arra törekedni, hogy amiben jók vagyunk, amiben erősek, arra erősítsünk még inkább rá. És a Csángó Fesztivál ez pontosan ilyen. Jászberény leginkább a hagyományra lehet büszke, és a hagyományra épít, akár népzene, akár néptánc, akár történelem, akár legyen szó bármiről. És erre a Csángó Fesztiválra kell nekünk még inkább rá és rá erősítenünk, nyilván mindig annyira is olyan szinten, mint amilyen szinten azt éppen az adott helyzet megengedi. Viszont nem tudom, hogy tudják-e önök, hogy ez a ráerősítéssel milyen sokat tesznek Jászberényért.
Mert hogy akarva vagy akaratlanul, önök nem csak kultúrát közvetítenek, nem csak bemutatják a saját hagyományaikat, hanem hidat építenek nem csak Jászberényi és Jászberényi között, nem csak magyar és magyar között, hanem akár kontinensek között is. A város legrangosabb kulturális eseményén a szervező Folklór Kulturális Közalapítvány nevében Kertész Ottó kuratóriumi elnök, a lebonyolító Jászság Népi Együttes nevében pedig Szűcsnyi Urbán Mária főszervező nyújtotta át a fesztiváli meglepetéseket a résztvevő csoportok képviselőinek és az együttműködő kulturális partnereknek az olykor kölcsönös ajándékozási ceremónián. Mindenki érezze magát otthon Jászberényben. Egészségetekre, egészségükre! A közös együttlét kedélyes beszélgetésekben végződött, ahogy az dukál, fehér asztal mellett és jóféle népzenei aláfestéssel. Kézművesek, népi iparművészek kínálták portékáikat 4 napon át a fesztiválra érkező sokaságnak Jászberény központjában. Természetesen ez alkalommal is volt olyan, aki először csodálta meg a vásárfiának való remek műveket, de a legtöbben már visszatérőként válogattak a temérdek míves áru között. Sokkal nagyobb, mint az előző években volt, nagyon meg vagyunk vele elégedve. Nem volt hiány áruból és nézelődőből sem az elmúlt napokban a Csángó Fesztivál részeként megszervezett népművészeti vásáron augusztus 8-a csütörtöktől egészen vasárnap éjszakáig. Igaz, vásárlóból jóval több is lehetett volna a vásározók szerint. Minden évben meg vagyunk hívva, és akkor jövünk, itt szépen kipakolunk, jönnek, érdeklődnek, aztán vesznek, nem vesznek, majd a végén kiderül. Nagyon meggondolják, hogy akkor most akkor hordják, ne hordják, pedig nagyon kényelmes. Szép, mert bársonyanyagból van, meg sejemanyagból, meg kézi munka. Az a lényeg, hogy kézi munka. Kézi munka, de azért nem is sokan csinálják, ugye? Nincs. Már egyre kevesebben foglalkoznak evel a dologgal, mert nincs türelmek már a fiataloknak, tudja? Nincs türelmek. A kézi munka, ez egy olyan megnyugtató munka, de a fiataloknak a számítógép, meg a telefon lássa, de mi már azt nem szeretjük, csak azt szeretjük, hogy a kezünkben a kézi munka legyen. Régóta járok már, 20 éve lassan, 15 biztos. Az lehet, hogy itt kezdődött, de aztán rájöttek, hogy ott sokkal jobb lesz, és akkor oda beköltöztek, de 3 éve már onnan kitiltották őket, de nem értem, hogy miért, és így ez számomra így már nem az a Csángó Fesztivál, ami előtte volt. Abban az árusok egyetértettek, hogy kevesebb a vásárló, de abban nem egyezett a vélemény, hogy ennek a helyszínváltozás volna az oka. A melegekért is lehet, hogy azért is, de nagyon, nagyon nem vásárolnak az emberek, pedig ezeket az én portékáimat, kézimunka minden, nagyon szeretik mindenki. 4 hete, 4. vásárban vagyok, és padlón vagyok teljesen. Tehát minden vásárban hasonlóan? Hasonlóan, igen, ugyanaz, sajnos, igen. Bár az árusok hangulata nem volt a legjobb, a vásárba érkezőket kárpótolta a kínált áruk minősége, mennyisége és sokszínűsége. Én még nem voltam, de fantasztikus kezdeményezés, úgyhogy nagy csodákat láttunk, itt gyönyörű szépségű dolgokat, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. Hozzám amúgy is közel áll a népművészet, és ez amikor így egy kupacba látja az ember így együtt, akkor ez mindig örömmel tölt el, úgyhogy imádom ezeket a motivumokat. A ráadásul inkább a népviseleti dolgok azok, amik felkeltették az érdeklődésemet, úgyhogy azok nagyon tetszenek. A kislányunknak szerettük volna megmutatni, mert ő most múlt el 3 éves, és így jobban már észrevesz dolgokat. Az unokákat kicsit kihoztuk levegőzni, illetve körülnézni. Ismerjük a Csángó Fesztivált, hiszen ez már nem tudom, hányadik alkalom? 32, úgyhogy hát jó kis térségi megmozdulás. Azt reméljük, hogy a következő években is az ideihez hasonló kínálattal érkezzenek majd az árusok, és még sokáig lehessen a Csángó Fesztivál része az ezreket megmozgató népművészeti vásár.
A Székely Mihály szabadtéri színpadon 32. Csángó Fesztivál második kiemelt gála estjén a Jászság Népi Együttes szervezői nagy örömünkre ismét megörvendeztettek bennünket egy részben hazai produkcióval. Ez a Színek világa Polaritzko Luma World of Colors címet viseli, mely az együttes és a Kamaró Táncszínház autentikus cigány folklór zenére énekre épülő táncos koncertje volt. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte egy másik hír. 5 év után idén visszatértek Jászberénybe a külföldi együttesek is a Csángó Fesztiválra. A 32. rendezvényen mintegy 600 fellépő között Mexikó és Kolumbia is megmutatta egyedi hangzásvilágát, látványos produkcióit a 6 napos rendezvényen. A 32. Csángó Fesztivál a hagyományokhoz híve rengeteg színes programmal várt a látogatóit 6 napon keresztül. A mintegy 600 fellépő közreműködő között idén újra külföldi fellépőket is köszönthetett a közönség. Megszólaltak a mexikói és kolumbiai dallamok is Jászberény központjában. Elsőként az 1999-ben alakult mexikói csoport robbantotta fel a színpadot. 25 évvel a megalakulásuk után a világ több mint 20 országában képviselték nemzetüket különböző nemzetközi fesztiválokon. A fiatalokból álló csoport tagjai folyamatosan dolgoznak a mexikói szokások, hagyományok megőrzésén. 32 táncosuk látogatott el a Jászság fővárosába. Nagyon szép Magyarország kultúrája, látni, hogy lelkesek a kultúrájukkal kapcsolatban az itt élők. Az évek során már volt szerencsénk ismerkedni vele, az esti táncszánzban idén is részt veszünk. Kolumbiából 12 táncos érkezett a 2024-es Csángó Fesztiválra. A néptánc együttes immár 30 éves tapasztalattal rendelkezik a néptánc területén. Céljuk a kulturális örökség megőrzése, gazdagítása és terjesztése. Az előadók elkötelezettek a kolumbiai kulturális örökségek tanulmányozása, gyakorlása és erősítése mellett. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. 24 órás utazásunk után nagyon jól esett az itteni fogadtatás. Érdeklődéssel állunk a magyar kultúra megismerése elé. Kolumbia déli részéről érkeztünk, többek között a La Colombia táncot hoztuk el, amely egy kolumbiai ritmusos tánc, ezt is láthatja a közönség. Sajnos nagyon keveset tudunk a magyar kultúráról, de úgy érezzük, nagyon fontos megismernünk, így, hogy itt vagyunk. Érdeklődünk az itteni táncok, a zene iránt. Mindenképpen meglátogatjuk a táncházat. A Székely Mihály szabadtéri színpadon a második kiemelt gála esten a Jászság Népi Együttes szervezői nagy örömünkre idén is megörvendeztettek bennünket egy részben hazai produkcióval. Ez a Színek világa Colorizco Luma World of Colors címet viselte, mely az együttes és a Kamaró Táncszínház autentikus cigány folklór zenére énekre épülő táncos koncertje volt. Olyan újabb lélekfeltöltő utazásra invitált minket az 1971-ben alakult Jászság Népi Együttes legújabb színpompás produkciója, mely elkalauzol minket a kismagyarországi, nagyecsedi, csárdás és pergető, a gergelyi, ugornyai, botoló, a jászsági, az erdélyi, a marosmenti, a mérai, a százcsávási cigánytáncok és dallamok, illetve a közösség létezés autentikus, ősi, már-már extatikus világába. Egy kis pillanatot szeretnénk ebből megvillantani itt, hogy ez a cigányságnak, a romaságnak milyen kultúrája van, milyen ének-zene kultúrája van, és ízelítőt adni ebből. Ez igazából az úgy alakult, hogy a Kamaró Táncszínházzal kapcsolatba kerültem, Farkas Zsoltival, és ugye hallgattam többször is a zenéjüket, és nekik ez a Színek világa című műsor úgymond zeneileg megvolt, kis tánccal fűszerezve,
és utána beszélgettünk erről, hogy, hogy lehetne ezt egy kicsit nagyobbá tenni, a Jászság népjegyüttesek közösen, az Agya van, a Szász Jánosi zenekar. Ezek a színpadon felsistergő erős ízek, például a temperamentumos spanyol flamenco, a török és orosz cigánytáncokon keresztül is elég tárultak. A Színek világa című produkció, cigán nyelven Colorisco Luma, vagy mondhatjuk angolul is, hogy World of Colors, hát ez egy nagyszabású műsorán nőtte ki magát, ugye a Jászság táncegyüttesre, közösen a Camoro Táncínház. Alapvetően most, ha zenékről beszélünk, akkor azokat úgy válogattam össze, hogy nem csak magyarországi cigányzene van benne, hanem kitekintők egy kicsit nemzetközileg is. Ebben szerepel a török hastánc török zenével, a flamenco tánc, egy kicsit spanyolos flamenco zenével, Romano Drom, Anti és Matild. Aztán van benne erdélyi táncdallam, van oroszos cigány táncdallam is, ami a sajátunk, a szatmári dallamok, erre épül igazából az egész műsornak az alapja. Én magam is Szabolcs-Szatmár megyéből származom, és ezt így hoztam magammal. A csapatom is úgy zenél, hogy ez a gerince, ez a szatmári cigányzene a dalainknak. A társrendező Camoro Cigántánc Együttes 2002-ben alakult meg a világhírű Kájeg Együttes táncosainak vezetésével. Az együttes alapvető célkitűzései között szerepel a magyarországi cigánykultúra letisztult, archaikus tánc és zenekultúrájának bemutatása és tanítása, melyet már évek óta sikerrel képvisel itthon és külföldön egyaránt. Ezzel a hozzáállással nagyszerű együttműködés sikerült összehozniuk a Jászság Népi Együttessel. A közös munkában közreműködött Balogh Melinda énekes, az említett Szász Csámási zenekar és Zagyva Banda, alkotótársak pedig Balogh Vitányi Mária, Balogh Károly, Fundál Kristóf, Nagy Walter és Vajai Franciska voltak. A feleségem és én ugye a nagyesedi koreót csináltuk ebből. Ami cél volt elsősorban az, hogy az igazi 69-es felvételekből egy pici apróságot beletegyünk, például, hogy az énekléssel, ugye magával úgy kezdődik az egész, hogy a táncosok énekelnek a táncosnak, vagy a táncosoknak, és ez a Martin féle gyűjtésen, ez pontosan ugyanígy van, ezt a nótát éneklik egymásnak a táncosok, ezt nagyon, nagyon szeretem volna beletenni, pont azért, hogy az archaikusabb részt is megmutathassuk. Ez az etnikai határokon átívelő műsor, a színes mozgásvilág, a változatos zenei ritmusok és a gazdag hangszínek harmóniájában jelenítette meg egy szegletét a cigány kultúrának, amit Szolnok és Budapest után végre itthon is láthatott a fantasztikus hazai közönség. Szerintem fantasztikus volt az, hogy a barátaink, a családtagjaink végre itthon helyben megnézhették, az fantasztikus és felemelő érzés volt szerintem. Hát az, hogy magabiztosság, azt nem mondanám. Éppen azért volt nehezebb és izgulósabb ez az előadás, mert hazai közönség előtt, barátaink, családtagjaink előtt táncoltunk, azért ez teljesen más. Még akkor sem volt egy premier Szolnokon, természetesen oda is sokan eljöttek szerintem családtagjaink közül, de azért mégiscsak más itthon a Csángó Fesztiválon ezt bemutatni. Azért teljesen más az egésznek a hangulata. A teltházas színek világa mindenkinek kivételes, hazavihető élményt nyújtott. 30 csoport és több mint 600 közreműködő vett részt az idei táncforgatagban, mely mindig az egyik leglátványosabb, legtöbb érdeklődőt vonzó programeleme a Csángó Fesztiválnak. A táncforgatag mindig az a színpompás kavalkád, mely láttatja a népi viseletek sokszínűségét és szépségét, és bemutatja azokat az embereket, akik szívvel, lélekkel örökítik tovább a Kárpát-medencei népdal és néptánc kincs egyedülálló értékét a következő generációnak. Most belepillantunk a forgatagba. Indul a táncforgatag! Látni lehet, rengetegen vagyunk, egy 30 együttes sorakozik itt fel mögöttünk ezen a kis utcában. Nem is nagyon férünk el, több mint 600 ember, táncosok, zenészek, egy nagyon nagy színes kavalkád fog következni. Ilyenkor töltődik az ember szíve? Tele van, csurdultik. Boldogsággal, magyarsággal? Így van. Mi van, bácsú, de kérdőd, olyan
Hosszú az út, de megéri? Hát ugyanolyan hosszú, mint innen oda. És megéri, nagyon. Miért éri meg a Django Fesztiválon itt lenni minden évben? Azért, mert mindig találkozunk rendes jó emberekkel, folyamatosan. És újakkal is, régiekkel is. Ilyenkor tele van a szív magyarsággal, örömmel? Hát egyértelmű, így kerek az élet. Csángók, székelyek, magyarok, ez a Szent Háromság. Aki kinéz a lét között, annak viszket a füle. Ciudad muy muy linda. Nagyon boldogok, hogy itt lehetnek egy ilyen gyönyörű városban ezen a fesztiválon. Ez egy ilyen életérzés, amit nekünk a gyermekkorunk óta bennünk van, és hát ezt évről évre megpróbáljuk kiadni magunkból, tánccal, énekkel, zenével, és hát rengeteg partner, táncos és barátunkkal itt tudunk találkozni ezekkel a fesztivál alkalmával. Viva Mexico! It's beautiful, beautiful. Fesztiválnak az emberek nagyszerűek, a hagyományok gyönyörűek. Az együttesünk és én is nagyon boldogok vagyunk Magyarországon. A Django Fesztivál sikerességéhez, hagyományaink megismertetéséhez, a programok sokszínűségéhez rengetegen járulnak hozzá munkájukkal, támogatásukkal. A város és a térség előjárói egyaránt kifejezték elismerésüket és köszönetüket a közreműködőknek és a szervezőknek. A Csángó Fesztivál színes hagyományőrző forgatagát, a táncosok látványos mozdulatait, a zenészek hozzáillő virtuóz előadását sok ezren csodálták. Ahhoz azonban, hogy mindez évről évre megvalósuljon a városban, a szervezők áldozatkész munkájára van szükség. Nekik és segítőiknek, a fesztivál megvalósítóinak mondott köszönetet Budai Lóránt polgármester. A köszönetemet szeretném kifejezni. A köszönetemet szeretném kifejezni elsősorban a szervezőknek, akik most már tényleg több évtizede szervezik meg a Csángó Fesztivált, és 7 nappal át éve dolgoznak azon, hogy önök itt Jászberényben jól érezzék magukat. Az év legrangosabb jászberényi eseményeként jellemezte a fesztivált. Miért van szüksége Jászberénynek erre a Csángó Fesztiválra, és miért van szüksége a Csángó Fesztiválnak Jászberényre? Ez a kettő valóban már összefort az elmúlt 30-valahány évben. Én azt mondtam ma már egyszer, hogy sokkal több, mint egy népzenei fesztivál. Ez a fesztivál összehozza a jászberényieket, azokat is, akik elhagyták már a várost, akár az országot is, és azokat is, akik még itt élnek. Ez nagyon fontos kapocs, sokkal több, mint egy népzenei fesztivál. Én bízom benne, hogy ezt lehet még folytatni, lehet még akár megújítani. Mindenképpen szükség van erre, és amíg mi tudjuk, ezt mi támogatni fogjuk. Az elismerés és a támogatás szükségességét emelte ki a térség országgyűlési képviselője is, amikor a rendezvényről kérdeztük. Rengeteg ember, fantasztikus hangulat, jó szórakozás. És azt, hogy a táncosok 32 éven keresztül töretlenül mennyi szenvedét, szeretetet és hitet adnak át a közönségnek, ez szerintem egyedülálló és csodálatos. Jó ide eljönni, lélekben megerősödik az ember. Továbbra is fontosnak, támogatandónak tartja a fesztivál programsorozatát. Lehetünk nehéz vagy kevésbé nehéz helyzetben, a Csángó, a fiatalok, az mindig elengedhetetlenül fontos. Ahogy most támogattuk, így fogjuk a jövőben is. Minden rendezvénynek a hagyomány az alapja. A tánc az eleve maga szól a szeretetről, a szenvedélyről, a színpadról, tehát ennek eleve van egy varázsa. De aki már egyszer volt a Csángó Fesztiválon, lehet, hogy 10 évvel, vagy 15 évvel ezelőtt, vagy tavaly, az biztos, hogy újra eljön. A sokszínű, hagyományos kultúra közvetítésének továbbra is az egyik legfontosabb rendezvénye a járságban a több mint 3 évtizede életre hívott Csángó Fesztivál. Híradónk végén lássuk mai főbb híreinket még egyszer röviden. A Csángó Fesztivál szervezői állófogadáson köszöntötték a vendégcsoportok képviselőit. Mexiko és Kolumbia táncos csoportjait látta vendégül a színpompás fesztivál. Színek világa címmel a Jászság Népi Együttes idén is megörvendeztetett bennünket egy részben hazai táncprodukcióval. Eddig tartott a hétfői Hír 18, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat, riportjainkat, posztjainkat megtalálják a Jászsági Térségi Televízió online felületein, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, illetve a jttv.hu oldalon.
Az elmúlt hét Csángó fesztiválos összefoglalóit pedig még szerdán is, meg lehet, hogy pénteken is láthatják majd ebben a műsorban, illetve a Fáma Kulturális Magazinban is. Köszönöm figyelmüket, minden jót, jó pihenés, jó nyaralást, viszontetésre! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.